2020-ban változások következtek be a szakképzésben, új duális képzési rendszert vezettek be, melynek része a nyilvántartásba vétel. Tehát, ha valaki szeretne részt venni oktatóként a rendszerben, annak nyilvántartási eljáráson kell részt venni. Ezt a feladatot a Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara látja el, mondja Illés Linda, duális képzési tanácsadó. A gazdálkodó szervezeteknek, mindegyikének, aki részt szeretne venni a duális képzésben, át kell esni ezen a nyilvántartásba vételen, attól függetlenül, hogy korábban már képeztek tanulót vagy sem, ha új jelentkezők, akik nem foglalkoztak, nekik is, illetve a régieknek is. Továbbá tanév közben úgynevezett hatósági ellenőrzéseket is tartanak, melynek keretében azt vizsgálják, hogy minden rendben megy a duális partnernél. Tehát amit vállalt a képzőhely, azt betartja, és a tanulók a megfelelő körülmények között szerzik meg a szakmai tudást. Mindemellett az iparkamara tájékoztató képzéseket is szervez, illetve a duális képzési tanácsadókat is kereshetik egy-egy felmerülő kérdés esetén. Ez legyen akár a gazdálkodó szervezet, akár maga a tanuló, szülő, egy képzőhely, egy könyvelő, vagy akár az iskola, aki a segítséget szeretne kérni tőlünk a jogszabályoknak az eligazodásában, értelmezésében. Segítséget nyújtunk e-mailben, személyesen, vagy akár telefonon is. Mindemellett adminisztratív tevékenységeket látunk el ezzel kapcsolatosan. A tanácsadó hozzátette, hogy az ellenőrzések, illetve a nyilvántartásba vétel előre egyeztetett időpontokban folyamatosan zajlik.